Újvidék belvárosában a templomudvar beli kiállító teremben tekinthetők meg Klájú Adrián minimalista objektumai installációi. Alkotásaiban a fekete szín dominál. A kiállítási tárgyak a hagyományos falusi millió elhalására, az enyészetre asszociálnak. Ahogy Szombati Bálint képzőművész fogalmaz, Adrián alkotásai egy egész tájegység és életstílus tragikus sorsára figyelmeztetnek. A minimál az Arte Povera, úgynevezett szegényes művészet, az avantgárd és a, és a konceptualizmus valamilyen ötvözetét láthatjuk itt most. Fekete, mint olyannak a használata érhető tetten, illetve egy erős anyagiság köszön vissza a munkákon, tehát különböző anyagok, mint például a szén, a fa, a fém, vagy akár organikus anyagok is megjelennek a, a, a munkákon, és ö, ezeknek valamilyen furcsa fúziója. Kláju Adrián rezidúm, vagyis maradék elnevezésű önálló kiállítása május 16-áig tekinthető meg az Újvidéki Kultúrközpont kiállító termében. A Gunarasi képzőművész alkotásai legközelebb Belgrádban lesznek láthatók május 17-től a Laufer Magán Galériában.